A városi diákolimpiai eredmények alapján számított pontversenyben a város iskolái közt első lett a Munkácsi. Cselgáncs országos diákolimpiáról arany, ezüst és bronzérmeket, úszó diákolimpiáról bronzérmet, torna diákolimpiáról fiú csapatversenyben negyedik helyet hoztak el a tanítványok. Ami még örvendetes, a diákok nem csak jó sportolók, hanem jó tanulók is. Tanulmányi versenyeken mintegy 70-en értek el városi, megyei, illetve országos versenyeken eredményeket az iskolából. A legeredményesebben Szalai Gergő szerepelt, aki a jedlikányos országos fizikai versenyen második helyen végzett. És nem mellékesen, több jó tanuló, jó sportoló társával együtt ő is ott állt a csoportban a sportolók fényképezésekor. Úgy mondják, valamikor régen Ciprus partjainál kelt életre a szépség istennője, Afrodité. Születése után a sziget szebb lett, mint valaha. Erről árulkodik a kiállítás. Váradi Károly, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének titkára készítette a fotókat. A fotók nem csak az építészeti emlékeket, a valószínűtlenül kék tengert, de az emberek hétköznapjait is bemutatják. Cipruson szokásban, gasztronómiában és az élet nagyon sok területén találkozik a görög és az arab befolyás. A művészeti szakközépiskolások az érettségi mellé OK és bizonyítványt is kapnak, ehhez több modulból is vizsgázniuk kell. A táncosoknál van egy egyéni gyakorlati vizsga, egy színpadi csoportos koreográfia sorozat, és van elméleti megmérettetés is. A vizsgán az Emberi Erőforrások Minisztériumának két delegáltja is jelen volt. Lévai Péter, a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa elmondta, azt is nézik, hogy a vizsga az előírásoknak, szabályoknak megfelelő-e, valamint a növendékeket is értékelik, számos szempontot vizsgálva. Szakmai gyakorlatot, szakmai elméletet, színpadi ismereteket a színpad közelében, tehát nem csak magán a stage-en, tehát a színpadi megmutatkozás nyitott függönnyel, hanem a színpad hátsó traktusaiban való közlekedésüket, viselkedésüket, járásaikat, öltözködéseiket, tehát hogy jönnek be, hogy mennek ki. Kis Anita táncpedagógus volt a zsűri elnöke. Elismerően szólt a sok színű, változatos koreográfiákról, valamint mondta, hogy több igazán tehetséges táncost is látott a színpadon. A művészetisek 5 éven át készültek erre a vizsgára, ők a pápai képzés első fecskéi.